Bár az időjárás inkább a strandra csalogat, a nyíregyházi játékosok a régi volánpályán izzadnak Tímár Krisztián irányításával. A vezetőedző élő szerződését a hét elején hosszabbította meg egy évvel 2026-ig a klub. Nincs már a játékosok között Vas Patrik és Sigér Ákos, ott van viszont a legutóbb Kazincbarcikán védő kapus Tóth Balázs és a Gyirmótról érkező középpályás Kovács Milán. Még érkezhetnek új futballisták, de a keretet alkotó játékosok többségével második nyári felkészülését kezdte el a szakember. Jóval több játékost már jól ismerek, ugye szinte a keretnek a nagy része az együtt maradt, együtt kezdtük el a felkészülést, és nyilván ez egy helyzeti előny, sokkal jobb állapotban vannak a játékosok, mint egy éve ilyenkor, és tényleg egy előre haladott a munkát tudunk végezni. Tavaly is nagyon jó erőben volt a csapat, azt gondolom, hogy hasonló munkát kell végeznünk, nyilván, ahogy mondtam, most már talán egyel másabb fajta terhelést tudunk nekik adni, hamarabb, ott azért óvatosabbak voltunk még, mert úgy éreztem, hogy aluledzett volt a társaság, de most szerencsére jó erőben vannak, és tényleg tudjuk végezni azt a felkészülést, amit szeretnénk, és az első heti munka az kifejezetten jó zajlott. Nyilván szeretnénk erősíteni, meg folyamatban van, hogy lesznek erősítések, de ugye ezt megmondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a magyar mag ez itt együtt maradna. Elégedettek vagyunk ugye a csapatnak a kialakult játékával, a játékosoknak a teljesítményével, hozzáállásával, és ezért azt gondolom, hogy olyan nagy keret átalakításra nincs szükség. Gengeliszki Gergővel a napokban hosszabbított 1+1 évre a Spari. A védő szerint is jó állapotban, jó hangulatban készülnek az élvonalra. Nem nagyon titkoltam, hogy én hosszabb távon tervezek itt Nyíregyházán, akár a magánéletemben is, úgyhogy nagyon örültem, hogy bíznak bennem, és továbbra is számítanak rám itt a klubnál. Nagyon jó hangulatban tértünk vissza, szerintem már mindenki várta, hogy újra együtt legyünk. Azért belecsaptunk a közepébe, ugyan a házi feladatot kaptunk otthonra, de ugye az egy jó alapot ad, de ugye itt bekerülnek a kontaktok és a labda is, tehát ez teljesen más erőt igényel, de úgy gondolom, hogy mindenki jó alapotba tért vissza. A Spari a hétvégéig készül hazai környezetben, majd közel két hetes edzőtáborba utazik a csapat. Hétvégén ugye játszunk a Mihajlovcével, utána pedig vasárnap elutazik a csapat egy 12 napra edzőtáborba Ausztriába, és ott három mérkőzést fogunk játszani. Ugye első osztályú csapatok ellen játszunk egy szerb első osztályú csapat ellen a Napradek, azt hiszem, ha jól ejtem ki a nevét, szerb első osztályú csapat, a Riekával és az Eszékkel fogunk játszani kint, és a Rieka ellen egy ilyen hosszított mérkőzést játszunk, ami nem több mint 90 perc, és akkor ott mindenki kap megfelelő játékterhelést. Az edzőtábort követően a bajnoki rajtig még egy meccs vár a nyíregyháziakra, július 20-án hazai környezetben a Békés Csaba ellen tartják a főpróbát Gengelickiék. A nyitófordulóban a július 27-i hétvégén a Győr érkezik az új városi stadionba. A hét elején azt is bejelentették, hogy az NB3-ban induló Spari 2 vezetőedzője a korábban többek között Kisvárdán is dolgozó Török László lett, akinek munkáját Szatke Zoltán segíti.